Kedves nézőink, jó estét kívánok! Ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Átadták Máté Szalka megújult és kibővített kis piacát. A beruházás értéke meghaladta a 800 millió forintot. Erről is szó lesz ma részletesen, de előtte nézzük a teljes kínálatot. Már járvány? Egyre több a veszett állat a vármegyében. Megújult kispiac Máté Szalkán végéhez érte a belvárosi csarnok korszerűsítése. Fejlesztések Tiszavasváriban bővítenek egy bölcsődét, több intézmény megújul. Újabb kulturális szintér megnyílt a Városi Galéria Nyírbátorban. A Vármegye 121 településén rendeltek el eddig ebzárlatot. A járványügyi intézkedése azért volt szükség, mert szeptembertől februárig 21 állatban mutatta ki veszettséget a szakemberek. A fertőzöttség ezúttal a rókákon kívül aranysaká, szarvasmarha, több kutya és macska esetében is beigazolódott. Utóbbiak emberre is támadtak. A két macska esetünk, ami előfordult tavaly, illetve az idén, az mind támadó volt. Az ember a járókelő hátára ugrott a macska, vagy ami megjelent a videó is az egyik macskáról, az pedig a combján kezdte el megtámadni az érintett állampolgárt. Két veszettséggel fertőzött macska három esetben támadhatott emberre a közelmúltban itt Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az elmúlt években nem történt ehhez hasonló a térségben. Szakemberek szerint a veszettség eddig nem tapasztalt mértékben terjedt el a területen. A korábbi járványhelyzettől lényegesen súlyosabb a helyzet most. Ha tavaly szeptembertől nézzük a járványhelyzetet, amit mi most ebbe a szakaszban úgy kezeljük, hogy az egy járványhelyzet, most már 21 pozitív esetnél tartunk az évvégi, illetve az évei időszakban, és sajnos ami a korábbi időszaktól megint eltérő, nem csak a esetek száma, a mennyiség, hanem a kiterjedtsége is, olyan szempontból, hogy korábban megyében csak rókában fordult elő a veszettség, leszámítva a 2022-es egy kóborkutya esetünket, de most pedig már megjelent szarvasmarhában, aranysakában, kutyában, macskában, tehát sokkal több állatfajt érint, mint eddig, és természetesen azért, ami jellemző és fő állat a veszettség szempontjából a róka, az nem változott, tehát most is a esetek zömét azt a róka adja. Eddig a hármas határ környéki területet lehetett megemlíteni a veszettség szempontjából, ez most is nagyjából erre a területre koncentrálódik, de sajnos január végén volt egy ettől eltérő esetünk, amikor Ajak területén talált rókában állapította meg a laboratórium a veszettséget. Van azért egy változás, egy ciklikussága, ha az időszakot, az éves lefolyást nézzük, nyáron általában megszűnik, eltűnik, és természetesen itt megint a rókát kell kiemelni, mert a róka életciklusához igazodik ez a mozgás, ez a változás. Nyáron, amikor a kölyök rókák vannak, és az anyjukkal vannak együtt, általában a kotorékukban, akkor azok kevésbé mozognak, helyhez kötöttek, akkor nem terjed úgy a veszettség. Mindenképpen szükséges, hogy valamilyen kontaktus legyen az állatok között, és különösen, hogyha verekednek ezek az állatok, akkor emelkedhet a veszettség esetek száma. Például tél elejé bázás időszakban, amikor nagyobb eséllyel összeverekednek a rókák, utána várható, hogy évvégi januárban jelentkezik egy ilyen csúcsa az esetek számában. Most elvileg az várható, hogy akkor remélhetőleg pozitív irányba fog elmozdulni a esetszám, és csökkenni fog folyamatosan a következő időszakban. Hangsúlyoznám, és ez a felhívásban is szerepel, amit minden önkormányzatnak elküldtünk, hogy a lakossághoz jutassa el az információt, a polgármesteri hivatal, hogy a kutyáknál kötelező ez az oltás. Tehát ott nincs opció, ott minden évben legalább egyszer be kell oltatni a jószágot, attól függ természetesen, hogy milyen korban van. Ha fiatalabb korú, akkor megfelelő alapimmunizálásban kell részesíteni, de hogyha már megfelelő korban van, és már megkapta az alapimmunizálást, akkor csak egyszer kell megkapni ezt a kötelező védőoltást. A másik, amit szerepel ebbe a felhívásban, hogy a macskáknak pedig ajánlott, ott nincs kötelezően előírva, de a macska is egy külön kategória, olyan szempontból, a veszettség szempontjából rosszabb, mint a kutya. Egyrészt nem lehet úgy
helyben tartani, nincs olyan zártsága az állatnak, jobban elkóborolnak, kimennek a szabadba. Másrészt pedig a macska veszélyesebb is az ember szempontjából is. Megfigyelték már korábban is, most is megfigyelhető a két macska veszettség esetünk kapcsán, hogy a veszett macskák támadólag lépnek föl, az embert megtámadják, megharapják. Adott esetben a fej közeli helyeket támadják, ami a veszettség szempontjából mindenképpen aggályos, mert minél messzebb van a központi idegrendszertől a harapás helye, annál idézőben jobb a helyzetünk, mert annál több idő van a cselekvésre, míg ha közeli helyeket támadja meg, harapja meg az állat, akkor annál gyorsabban kell cselekednünk, és általában a macskákra ez a jellemző, tehát hogy a felső testet, a fej közeli részeket harapják meg, és ezért fokozott óvatossággal kell a macskákkal is bánni. A vadon élő állatoknál egyértelmű, hogyha megváltozik a viselkedésük, akkor az már egy gyanús jelnek kell, hogy tekintsük a veszettség szempontjából. Tehát ha ilyennel találkozunk, akkor egyrészt kerüljük el az ilyen állatokat, és másrészt pedig, hogy megfelelő kezekbe kerüljenek az ilyen állatok, akkor szóljunk a illetékes vadászatra jogosultnak, vadásztárságnak, vagy esetleg az állatorvosoknak, hogy ilyet tapasztaltunk, és akkor megpróbáljuk kideríteni, hogy mi van a háttérben. A házi állatoknál is szerep, mint ahogy mondtam, tehát előfordult a betegség, ott változatos képpel találkozhatunk. Van, amikor csak szép csendesen lezajlik a betegség, és elsősorban a bénulásos tünetek dominálnak, az állat nem tud nyelni, nyázanak, vagy esetleg rekettes hangon jelzik, hogy valami bajuk van, rekettes hangon ukatnak, bőgnek, mondjuk a szarvasmarháknál ez volt a jellemző, és előbb-utóbb ez a bénulásos tünet elhatalmasodik rajtuk, és teljesen mozgásképtelenné válnak, és előbb-utóbb néhány napon belül elhullhatnak ezek az állatok. Illetve van olyan eset, amikor már mondtam macskánál elsősorban, de azért más állatnál is előfordulhat, hogy támadó, dühöngő, úgynevezett dühöngő veszettség jelenik meg nála, amikor agresszívvá válnak, megtámadják az embert, megtámadják a különböző egyéb állatokat, és sérülést okozhatnak. A kialakult helyzet miatt számos járványügyi intézkedést hozott az Állategészségügyi Hatóság. Eddig 121 településen rendeltek el ebzárlatot. Egyeztetve a NÉBIKES, illetve minisztériumi, agrárminisztériumi kollégákkal, végrehajtva az ő utasításukat. Mindenképpen az a cél egyrészt, hogy csökkentsük a területen lévő fogékony állományok, állatok számát, ezért részben el lett rendelve egy egész nagy területre, a megye egész nagy területére ebzárlat, ami azt jelenti, hogy az állatokat, kutyákat, macskákat bezárva, illetve szükséges, akkor megkötve kell tartani, és kivinni csak tartási helyükről, pórázzal, szájkosárral lehet, illetve hogyha a települést is valaki el akarja hagyni, akkor csak ehhez megfelelő vizsgálat követően hatósági átorvosi engedéllyel történhet meg. A másik ilyen intézkedés, ami a fogékony állománypopuláció számának csökkentését célozza, hogy a vadászatra jogosultakat köteleztük, hogy a területen lévő rókaállományt fokozatosan gyérítsék, egy fokozatos vadászat lett elrendelve. Igazán nem csak a rókát érinti, hanem manapság már a sakállal is egyre jobban, az aranysakállal is egyre jobban kell számolni, tehát a sakállalományt is ugyanúgy gyéríteni szükséges. A humán veszély csökkentése érdekében el lett rendelve a rókák lebőrzésének a tilalma, tehát nem szabad a elejtett rókákat lebőrözni, hogy nehogy véletlenül sérülés sen keresztül bejusson a vírus az érintett szervezetébe. Fontos, hogy a területen a csökkentés, az érintett fogékony állomány csökkentését jelenti, hogy ne legyen kóbor állat. Ezt mindenképpen a felelős állattartónak ezt meg kell akadályozni, de ha mégis megtörténik, illetve hát vannak alapból kóbor állatok, amikor nincs gazda a háttérben, akkor pedig ezek vonatkozásában el lett rendelve a vadászati jogosultakat érintően szintén, hogy ha nem befoghatók ezek az állatok, akkor szintén
ki kell őket lőni, hogy ezzel is csökkentsük a terjedés, a veszettség terjedésének esélyét. Illetve a korábbi időszakban nem alkalmaztuk, most a elmúlt járvány helyzetnél kötelező intézkedésként elrendeltük, hogy azoknál az állatoknál, amelyeknél nincs meg az érvényes veszettség elleni oltás kutyánál, macskánál, azokat állami költségre beoltattuk, kollégák, szolgáltató állatorvosok ezt elvégezték, illetve a települések egy részénél, amelyik még nem olyan rég került az intézkedések hatája alá, azoknál ez meg fog történni, de hangsúlyozom, ez csak azokon a településen történt, illetve történik meg, ahol konkrétan pozitív esettel találkoztunk. A vármegyei főállatorvos szerint az elmúlt két évben az ukrán háborús helyzet miatt jelentek meg a veszett állatok a határmenti térségben. Azóta azonban már a hazai állományban is terjed a vírus, amely az emberre is különösen veszélyes. Veszett állattól származó sérülés esetén a vírus terjedése egy sorozatoltással megakadályozható az emberek esetében. Ehhez azonban haladéktalanul orvoshoz kell fordulni. Több mint 800 millió forintból újult meg a Kispiac Máté Szalkán. A beruházás az épület felújítása és bővítése mellett útfejlesztés, térkövezést és parkolóhelyek kialakítását is magában foglalta. Az átadó ünnepségen részt vett Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is. A tárcavezető az eseményen arról beszélt, Máté Szalka és térsége folyamatosan fejlődik, ami a helyiek erős közösségépítő gyakorlatának köszönhető. Édes nemes paprika, friss robogós kápia, jöjjön és vegye már, aranyom, jöjjön, vegye már. Ez csak egy kis szelete annak, mi minden lesz megvásárolható Máté Szalka új kis piacán. Ami csak nevében kis piac, hiszen igen jelentős méretekkel rendelkezik a felújítást és bővítést követően. Az épület 1262 négyzetméteres, 10 méteres a belmagassága, 48 méter hosszú és 42 méter széles. Az átfogó korszerűsítést több mint 800 millió forintos uniós és hazai pályázati támogatásból végezték el. Ez a közösségi tér nagyon hiányzott nekünk. Ezelőtt 6-7 évvel befejeztük a Máté Szalka nagy piac rekonstrukcióját, és nem értettem, hogy az emberek miért nem örülnek igazán is. Aztán megértettem, a nagy piac az mindenki, az egész térségé 30-40 kilométerről járnak oda, és teljesen más az arculata, mint a kis piacnak, aminek most már új nevet kell találni, hiszen egy 1262 négyzetméteres, 10 méter magas épületet nem biztos, hogy ez a legjobb név, hogy kis piac, de szerintem a szalkaiak ezt megoldják. Szóval egy álom beteljesülésének a kapujánál állunk, és most, hogy örvendeztünk azon, hogy átadtuk ezt az épületet, elindul egy hivatalos eljárás, a műszaki átadás átvételi eljárásnak már vége van, hála Istennek. A hivatalos eljárás kapcsán meg kell szereznünk természetesen a használatba vételi engedélyt, ezután pedig a működési engedélyt is. Kovács Sándor a térség országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen arról beszélt, sokan sokféleképpen szerették volna megbuktatni a projektet. Az összefogásnak köszönhetően azonban újabb színvonalas közösségi térrel gazdagodott Máté Szalka. Az apró pénzre váltásban azoknak az embereknek van a legnagyobb szerepük, amellett, hogy a döntést polgármester úrtól nem tudom elvitatni, és nem is akarom elvitatni, akik végrehajtották, akik a minisztériumban jártak, akik a hosszabbítását is elrendezték, akik már egy év lezárás után veszekedtek a tulajdonosokkal, mert miniszter úr el tudja képzelni, hogy európai forrás nem lehet magántulajdon fölött felhasználni. Ezt is megoldottuk, hogy gyakorlatilag beburkolja ezt a teljes teret, ez az épület. A helyi termelők piacra jutásának segítése, a rövid ellátási lánc erősítése és az ehhez szükséges feltételek javítása már több éve kiemelt feladat a régióban. Máté Szalka nem csak népes város, hanem vásárokkal rendelkező város is, mert hogy ennek a feltételrendszere itt megteremtődött. Én ezt gratulálok mindenkinek, polgármester úrnak, munkatársainak, a tervezőknek, a kivitelezőknek, mindenki, aki tett valamit azért, hogy ez megvalósulhasson. Ha annyi szolgálati közleményt azért megengednek nekem a gratulációk mellett, szeretném azt elmondani, hogy a Vármegyében több mint 100 piac újult meg, vagy épült az elmúlt években, tehát ilyen és ehhez hasonló közösségi terek számos településen találhatóak, jelentős részük még most
történik az átadása, most fogja megnyitni a kapuit, de egy olyan mértékű fejlődés történt ezen a területen is a Vármegyében, ami azt gondolom, hogy példaértékű. A megújult kispiacot Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter jelenlétében adták át. A tárca vezető hangsúlyozta, Máté Szalka és térségének fejlődése annak köszönhető, hogy a tenni akaró emberek erős közösségépítő gyakorlatot alakítottak ki. Hiszen ahogyan polgármester úr elmondta, ennek a közel 5 évtizednek a hányatott történetét, fordulatait, kanyarjait, ez mind-mind azt mutatja, hogy egyrészt milyen nehéz az élete egy polgármesternek, másrészt pedig, hogy milyen nehéz közösségi érdeket összehozni magánérdekekből. Különösen akkor, hogyha nem tudjuk megteremteni azt a közös pontot, amelyben mindenki meglátja a magáét, a magánérdekek apró szeletét, apró szilánkját, aminek eredményeként noha mindenki alapvetően természetesen a magánérdeket követi, de mégis ráébred arra, hogyha sok-sok magánérdeket összeadjuk, akkor nem csupán a magánérdekek összege jön ki, hanem egy minőségileg magasabb, egy minőségileg jobb kategória, a közérdek, hiszen ez történik itt Máté Szalkán is. Az, hogy polgármester úr és képviselő úr sikeres tudott lenni ebben a közösségépítési gyakorlatban, az többek között annak köszönhető, hogy az itt lévő vállalkozók is megértették, hogyha nem csupán a saját magánérdeküket követik, ha nem csupán a saját magánérdekük értelmezési keretében nézik a világot, hanem hajlandók azon túl lépni, túl tekinteni, akkor megtalálnak egy valami sokkal nemesebb dolgot, a közérdeket, amiben mindenki sokkal jobban jár, mint külön-külön az egyének egyenként. És azért is tartom ezt fontosnak, mert önök azt is tapasztalták, hogy milyen nehéz Európai Uniós projekteket kezelni és véghez vinni, mennyire bonyolult a struktúra, tehát azt is láthatják, hogy mindez Európában milyen nehéz, amikor mindenki a magánérdekét követve, de a magánérdeken túl gondolkozva egy közös érdek jegyében cselekszik és azt építi fel. És ahogyan itt a Máté Szalkai kispiac is milyen szép lett, sokkal szebb lett, és reméljük, hogy amikor már tényleg belakják a Máté Szalkaiak, akkor a város és a régió egyik központjává, kereskedelmi központjává válik, méltón Máté Szalka kereskedelmi központ múltjához és hagyományaihoz. Úgy talán azt is egyszer megérjük majd, hogy mi magyarok, akik egyébként büszkék vagyunk arra, hogy milyen nyakas, gerinces és elvszerű emberek vagyunk, időnként túl tudunk tekinteni a saját magán érdekeinken, és a közösségi érdekért is össze tudunk fogni. A csarnok felújítása mellett a beruházás útfejlesztést, térkövezést és parkolóhelyek kialakítását is magában foglalta Máté Szalkán. Zajlik az élet Tiszavasváriban. A városban folyamatosak a fejlesztések, jelenleg épp az egyik bölcsödét bővítik. Erre 177 millió forintos támogatást nyert az önkormányzat. Idén több intézmény energetikai korszerűsítése megvalósul, hamarosan a találkozások házának belső tereit is felújítják, és több közpark is megszépül az év során. Munkában a Malter keverő Tiszavasváriban. A szigetelőlapok pedig már az épület falain vannak. 3 héttel ezelőtt kezdődött el a kivitelezése annak a bölcsődei nevelési fejlesztésnek, melynek köszönhetően energetikailag korszerűsítik, és több mint 177 négyzetméternyi hasznos alapterülettel bővítik a tiszavasvári cseperedő bölcsödét. Elsősorban, ami számunkra fontos volt, és a mai világban mindenki számára fontos, az az energiahatékonyság. Az épület úgymond teljes egészében szigetelés alá fog kerülni, 15 cm, 10 cm, a tetőn pedig 30 cm-nyi hőszigetelés fog megvalósulni. Újra lesz színezve az épület, energiahatékonyság szempontjából sokkal jobb és sokkal modernebb lesz, de a mai világban azt tapasztaljuk, hogy az anyukák azok egyre hamarabb szeretnek a munkaerő világába visszatérni, köszönhetően a kormányzati intézkedéseknek.
Tiszavasvárira is ez a jellemző, és ez a pályázat tartalmaz egy bővítést is a felújításon az energiahatékonyságon kívül. Egy csoportszobával fog bővülni az intézmény, 14 fő gyermek kap majd itt lehetőséget, és kerül majd a jövőben elhelyezésre. Az építkezés és a korszerűsítés várhatóan nyár elejére elkészül, és 3 új munkahelyet is teremt az intézményben. Az új épület részben kialakított korai fejlesztőszoba pedig nagyban megkönnyíti a szülők mindennapjait, de rendkívül fontos a gyermekek fejlődését tekintve is. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy segítséget nyújtsunk a szülőknek abban a tekintetben, hogy azoknak a gyerekeknek, akik sajátos nevelési igényűek, vagy korai fejlesztésre javasolják a gyerekeket, itt helyben tudjunk lehetőséget biztosítani arra, hogy ezt a korai fejlesztést megkaphassák. Ideig ez nem volt járható út, mivel nem volt rá sem helyünk, sem felszerelés, de a bővítés során erre lehetőség nyílik, és egy fejlesztőszoba is kialakításra kerül a megfelelő eszközökkel együtt. A szakmai háttér, a személyi háttér is biztosított lesz. A teljes beruházás értéke 175 millió forint, amelyet a város önkormányzata Európai Uniós támogatásból finanszíroz. Nem a bölcsőde az egyetlen, amely a megújulás útjára lép Tiszavasváriban. Február hónapban már most látható, hogy a költségvetés szempontjából jóval kedvezőbbek a számok, mint a tavalyi esztendőben. Nagyon sok olyan változást vezettünk be a 2023-as esztendőben, ami a 24-es esztendőt könnyebbé teszi. Tovább megyünk ezen az úton, és ebben az esztendőben a top pluszos pályázatainkat igyekszünk megvalósítani. Az első és az egyik legnagyobb, amit meg szeretnénk az idejében valósítani, el szeretnénk legalábbis kezdeni, az a városközpont felújítása, az élhető település központ kialakítása Tiszavasváriban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Tiszavasvári városközpontjában a központi park, mint kiinduló pont teljes egészében megújulna, játszótér kerülne kialakításra, okospadok, térkövezés, a tér teljes átrendezése valósulna, meg sokkal modernebb és sokkal szebb lenne, parkosítanánk, és ezt követően a város 6 másik helyszínén szintén a közterületeink megújulnának. Ezen túlmenően kialakítanánk egy nyilvános vécét, ami eddig nem volt a városban, hiszen nagy rendezvények esetén, vagy a busz megállók, buszvárók környékén, ugye erre igazán szükség van. Felújítjuk a találkozások házát is, a külső felújítás 2023-ban már megvalósult, a 2024-es esztendőben pedig egy mondhatni teljes belső felújítás fog megvalósulni. Ezen túlmenően az útjaink is tovább újulnak. A gyári lakótelepen szintén egy top pluszos pályázatnak köszönhetően belterületi utak fognak megújulni, járdákat fogunk építeni és szintén a környezetet rendezni. Energiahatékonyság, ez mindig fontos. Van a Kornisné központunk, ahol idős ellátás és fogyatékos ellátás zajlik. Ott teljes energetikai felújításban gondolkodunk, nyilászáró csere, fűtés, korszerűsítés és energiahatékonyság megvalósítása a cél. És van egy Gólyahír ifjúsági táborunk, ahol szintén energiahatékonysági célokat szeretnénk megvalósítani, hőszigetelés, nyilászáró csere. Ugye céljaink, terveink vannak. A városban meg szeretnénk még újítani a kamerarendszerünket, közbiztonság szempontjából ez rendkívül fontos, úgyhogy Tiszavasvári folyamatosan fejlődik, 24-ben sem fogunk megállni, a várost komfortosabbá és szebbé igyekszünk tenni. Városi galéria nyílt Nyírbátorban. Az intézmény ünnepélyes megnyitóján bemutatták Makrai Zsuzsa Zománc művész kötetét, amely az általa alapított alkotóközösség 3 évtizedes működését mutatja be. A galériában 10 képzőművész alkotásait bemutató időszaki tárlat is nyílt. Az utolsó is úgy kezdődik, hogy egyszer volt, hol nem volt, még az operenciás tengeren is túl volt egyszer egy stúdió. Volt egyszer egy stúdió Nyírbátorban. Ez a címe Makrai Zsuzsa Zománc művész kötetének, amelyet a Városi Galéria megnyitóján mutattak be Nyírbátorban. A művészeti album az 1971 és 1999 között működött alkotóközösségről szól, amelynek alapítója, vezetője, mestere volt Makrai Zsuzsa. A kötet összeállításában egykori tanítványa Hermányos Mária tervezőgrafikus segítette. A galéria avatás
tulajdonképpen a általunk szervezett és működtetett képzőművészeti stúdió végezte utáni 20 esztendőt követi. A képzőművészeti stúdiónk 71 és 99 között működött, gyerekektől életkori határ nélkül, tehát gyermekkörök, középiskolások, felnőtt rajztanárok, rajzottanítók, főiskolai hallgatók, mert a műhelynek megvoltak azok a műhely feltételei a grafika műfajaihoz. 83-tól az ománc művészet lépett be a műhelyünk kínálatába, és a kívülálló, tehát a járás területén amatőr, autodidakta módon rajzoló festő alkotókat is bevontuk a kör munkáiba, rendszeresen korrigáltuk a munkáikat. Volt olyan amatőr alkotó, aki a nyári alkotó telepeinken is részt vehetett. Tehát tulajdonképpen mi a könyvünkkel, ezzel a csodálatos művészeti albummal a legelső tanítványaink egyike, a Hermányos Mária lett a könyvnek a társszerzője, tervezője, szerkesztője. Egy fantasztikus, tehetséges kislány volt, 10 éves korában lépett a szakköreink tagjaként közénk, és nem akartuk, hogy elvesszen az a 30 nagyon termékeny, nagyon munkás, csodálatos alkotásokat létrehozó műhely vagy műhelyek, és azok az alkotók, akik 30 éven keresztül részt vettek ebben a munkában, és a felelhető dokumentumok, a maradék dokumentumokból egy hónap alatt a Mari egy csodálatos könyvet szerkesztett, és ennek a könyvnek a bemutatója, az apropója a Városi Galéria avatásának. Az épület az alkotóháznak is otthont adott. A Városi Galéria létrehozásával pedig a stúdió művészeinek évtizedes álma vált valóra. Az intézmény megnyitása az önkormányzat számára is kiemelt jelentőséggel bír. Ez egy mérföldkő a város művészeti, kulturális életében. Sok hátterét lehetne ennek felsorolni. Én két dolgot mindenképpen ki szoktam emelni. Az egyik a város gazdag kulturális történelmi értékei, ami a megyén belül is, én azt gondolom, hogy Nyírbátor kiemeli többi város sorából. A másik pedig az elmúlt évek, ennek a modern világnak az eseményei, ami körülvesznek minket. Ez egy kicsit tárgyasult világ, ezzel a rengeteg nehézséggel, amivel most az egész világ küzd. Én azt gondolom, egy ilyen világban rendkívül fontos, hogy egy kicsit visszanyúljunk, hogy egy kicsit befelé is tudjunk fordulni, és ehhez a legjobb eszköz a művészet. Ennek teret kellett adni, ez egy régi szándéka volt a városnak, és én nagyon örülök, hogy ebben az évben, ami egy jubileum év a városban, hiszen 745 éve említik először a várost ebben a térségben, ezért ez fontos volt nekünk, hogy egy ilyen ünnepséggel nyissuk meg ezt a rendezvény sorozatot, ami erről a jubileumról szól, és bízom benne, hogy nagyon-nagyon sok kiállítást tudunk majd itt az évek folyamán bemutatni, nagyon sok alkotó munkáját. Mikor indult ez a kezdeményezés, hogy egyáltalán nyíljon egy ilyen galéria, és végül hogyan sikerült ezt megoldani, forrást keríteni rá? Hát először, amikor ez felvetődött, az nagyjából olyan 3-4-5 éve lehetett, többször beszélgettünk róla, akkor kezdődött a könyvnek is a létrehozásának a gondolata, csak ez pont egy olyan időszak előtt született maga a létrehozás gondolata, ami után nagyon nehéz időszakon mentek keresztül a települések, vagy anyagi értelemben, vagy a járvány miatt nem volt lehetőség ilyen típusú rendezvényre sem, meg ilyen típusú intézmény létrehozására sem, de készülni már készültünk erre, és ahogy lehetett, ahogy a anyagi források, a fizikai, a pénzügyi erőforrások lehetővé tették, azonnal megnyitottuk, és én azt gondolom, hogy talán soha jobbkor, mint ebben az évben, és én azt gondolom, hogy látva itt és találkozva azokkal az emberekkel, akik ennek az időszaknak alkotó emberei voltak, van ennek jövője, már megindult a gondolkodás a folytatásról, mit lehetne tenni, hogyan lehetne erre épülni. Tehát egy ilyen galéria nem csak egy képtárként, nem csak egy alkotó műhelyként működik,
működik, hanem ettől sokkal többé is tud válni, és bízom benne, hogy ilyen alkotókkal ez meg is valósítható. Mennyiből újította fel ezt az önkormányzat, és hogyan történik majd ennek a fenntartása? Maga ez az épület, ami több mint 160 éves, ez már 2003 környékén, tehát közel 20 éve felújításra került, csak akkor még nem nyílt meg benne ez a funkció, úgyhogy igazából most nem volt jelentős maga az anyagi erőforrás, nyilván ki kellett festeni, rendbe kellett tenni a különböző nyílászárókat, tehát nagyjából egy olyan 20 millió forintból ezt a város meg tudta oldani. Az volt inkább a nagyobb feladat, hogy a művészeket összehozni, az alkotókat megtalálni, velük a működtetés, a kiállítás rendjéről megállapodni. Inkább szellemileg volt ez egy fontos munka, mint sem anyagi értelemben, és hát én azt gondolom, hogy pont egy ilyen képgalériánál, vagy egy ilyen városi galériánál ez a fontos. A Vármegye egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb kulturális beruházása zajlik most éppen Nyírbátorban. Mennyiből fog megépülni, felújulni, megújulni, mikorra készülhet el a múzeum? A múzeum most már a vége felé jár, az épület műszaki felújítása az gyakorlatilag már a végső simítások vannak. Én úgy gondolom, hogy műszakilag nagyjából pár hónapon belül el fog készülni. Természetesen ezzel párhuzamosan folyik egy teljesen új, modern kiállító térnek a kialakítása. Azt is mondhatom, hogy Magyarországon első és egyedülálló kiállításként nyílik majd meg ebben az évben, hiszen nem csak a hagyományos tárgyi emlékek jelennek meg, hanem itt valóban már mesterséges intelligenciával működő digitális idegenvezetést valósít meg ez a múzeum, tehát egy kicsit már modern kor felé is nyúl, hogy a fiatalokat is be tudjuk vonzani a múzeumba. Mire ez teljesen kiépül, ez az év második felére lesz, és ezzel a múzeum megnyitóval szeretnénk ezt az jubileumi évet lezárni. Várhatóan a kenyérmezei csata, mint egy szintén Bátorhoz köthető esemény kapcsán október 13-án, és bízom benne, hogy addigra munkálatok is elkészülnek. Ez több ütemben kormányzati, csak hazai támogatásból valósul meg. Én azt gondolom, hogy mire a végére érünk, hiszen még mindig vannak többletigények, egészen biztosan el fogja érni a beruházás a 2 milliárd forintot, úgyhogy ez mindenképpen a megye legnagyobb kulturális beruházásának tekinthető. Az ünnepségen az is elhangzott, nem csak a város, hanem a Vármegye kulturális életében is jelentős esemény, a Nyírbátori Galéria létrehozása. A képzőművészeti stúdió alapítója, vezetője, Makrai Zsuzsa munkássága pedig a Vármegyei Értéktár része. Több szempontból is fontos, hiszen egyrészt most ugye egy városi galéria az, amely megnyitotta a kapuit itt Nyírbátorban. Abban a városban, amely olyan kulturális és történeti értékeken és örökségeken nyugszik, amely úgy gondolom, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye szempontjából is kiemelkedő. És pontosan a másik momentum az pedig ugye az, hogy itt működött egy olyan stúdió, egy olyan kovász műhely, ahol valóban rengetegen találkozhattak, ismerkedhettek meg azzal a művészeti ággal, amely legyen akár a rajztechnika, legyen akár a zománc művészet, amely aztán meghatározóvá vált az évtizedek során, és innen Nyírbátorból indultak el művészek, művésztanárok, és vitték magukkal azt a kulturális örökséget, amelyet itt szívtak magukban Nyírbátorba, azoktól az alkotóktól, kiemelten Makrai Zsuzsától, zománc művésztől, aki a Vármegyei Értéktárnak is oszlopos tagja, amelyet itt megfoghattak, megtanulhattak, magukba szívhattak, és ezáltal ezt a kovászt máshol tovább vihették és éltethették. A Városi Galéria megnyitóján több tárlat is nyílt. Petrócki Ákos egyéni kiállításán kívül az egykori stúdió 10 művésze is bemutatta alkotásait. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorra. A jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Én kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra!